Milyen előadássorozatokról beszélhetünk most? A mostani előadássorozat a Biblia alappillérei Jézus példázataiban címmel indulna el Inárcson a művelődési házban. És ez a sorozat azért indulna, mert nagyon sokan ugyan vallásosak. Valahol a lelkük mélyén hívő emberek. Sőt, lehet, hogy nem csak a lelkük mélyén, hanem nagyon is komolyan veszik az ő belső meggyőződésüket. Viszont én magam is tapasztaltam azt, hogy a Bibliának nagyon sok részét lehet, hogy kevésbé ismerik. És szívesen megismernék. És azért Jézus példázatai adja az alapot ehhez a témasorozathoz, mert a példázatok nagyon egyszerűek, nagyon közérthetőek, gyermekek által is nagyon könnyen megjegyezhetőek, és elég volt egyszer elmondani például a fiamnak is 6 éves korába, utána, mikor végigmondtuk minden este egy-egy példázatot lefekvés előtt, akkor egyszer csak mondta, hogy mondjam a következőt. És akkor mondtam neki, hogy nincs több. Hát akkor én az összes példázatot tudom. És mondtam neki, hogy az összes példázatot hallottad egyszer. De minden példázatnak vannak mélyebb és mélyebb tanulságai, ahogy nősz, ahogy felnőtté válsz. Egyre inkább mélyülnek a kérdéseid, a példázatok során pedig válaszokat keresel, viszont a válaszokra a Bibliának más részeibe kell belenézni, és onnan jön a tanulság, onnan jön a válasz. És ezt szeretnénk a sorozat által megtenni, hogy ugyan a nagyon egyszerű példázatból indulunk el, de nagyon komoly válaszokat keresünk. Hogyan kell majd elképzelnünk ezt az előadást? Ki fogja tartani, kiket várnak? Ketten fogjuk tartani, Reisinger János, aki irodalomtörténész és bölcsész végzettségű. Úgy szeretem róla elmondani, mert hát én könnyebben mondom róla, mint ő magáról, hogy ő dr. Reisinger János, de nem szokta használni a doktorátusát, ő neki nem ez a lényeg, hanem tényleg az a tartalom, amit a bölcsészet hátteréből, de a Biblia kutatása nyomán ismert meg, és országos szinten ő már 30 éve tartja ezeket a sorozatokat. Szeretik őt, szívesen hallgatják, éppen azért is szívesen hallgatják őt, mert nagyon tiszteletben tartja a lelkiismereti szabadságot. Tehát nincs ilyen térítés íze, térítés jellege ezeknek az előadásoknak, hanem inkább a szabad, tiszta gondolkodás, az értelmes megvizsgálás, a logikus, következetes beszélgetés. Az előadások elhangoznak, az elsőt ő fogja tartani, a köztes előadásokat nekem kell tartalom, és a legutolsót újra ő fogja tartani. Egyszerűen így tudtuk az időnket beosztani, és az előadások után mindig van lehetőség beszélgetésekre. Mikor kezdődik, és hány alkalommal lesz majd előadás? Január 25-én, tehát szombaton este 17 órakor, és a következő majd 2 hét múlva, újra 2 hét múlva, viszont a legutolsónál lesz egy kis ritmusváltás, mert ott csak 1 hét lesz a szünet, és így március 29-én fejeznénk be a sorozatot. Kiket várnak? Bárki, aki érdeklődik, bárki, aki hívő, bárki, aki inácsi, bárki, aki térségi, kiket várnak? Hát ez a legegyszerűbb, bárkit. Igen. Tehát akár aki csak egyetlen szeretne a Bibliával megismerkedni, de nem hívő. Akár azokat, akik nagyon nagy előítélettel vannak, mert nagyon sok rossz tapasztalatuk volt esetleg vallásos területen. Vagy akár azokat, akik azt tapasztalták, hogy az ilyen térítéses nyomás az őket irritálja. Itt ez nem lesz. Tehát itt egyszerű tájékoztatás van, de értékes, logikus, tiszta gondolkodás menetek vetülnek fel és jönnek elő. És ami nem hangzik el, azokat pedig meg lehet kérdezni. Sőt, nem csak a témához lehet kérdezni, hanem akinek van egyszerűen egy bibliai kérdés, amire nem találta a választ, a beszélgetések során ezt föl lehet vetni.